Sometimes people make a war. Iniko, Melaniko, Noroksa, I. Pappa, Varua, Pacsiki, Dan. A Jódli mindent megbocsát. Szövegtudományi tanszék. Az önkényes mérvadó dalszövegértelmező szolgáltatása. Mai katasztrófa turisztikai destinációnk. Csepregi Éva már nem a Neoton. Már nem az Éva Neoton, hanem ez szóló Csepregi Éva. Oké, Gorbacsov című magyar slágere, amelynek az eredeti angol nyelven szólt, és évekkel korábban, vagy legalábbis egy fél évvel korábban, tehát ez, eredetileg ez úgy hangzott, hogy clap, 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 clap your hand for Mr. Gorbacsov. Kvázi tapsolj, tapsolj, tapsolj Gorbacsov úrnak, mintha csak egy párt kongresszuson éreznénk magunkat. Hát igen, a pártfőtitkárnak a kongresszuson taps jár, méghozzá ütemes taps. És ennek a beidegződése jelen van ugye a dalban, de egyszerre jelen van a perestroikának, a glasnostnak, a felszabadulásnak, vagy legalábbis ennek az új keletről jövő, de nyugatra tartó szélnek a befogása a kvázi pop intézményen keresztül, és kvázi sikerré, és a változás élcsapatává válásnak a szándéka. Ugye arról van szó, hogy ebben a Csepregi Évának ebben a dalolásában kifejeződik a teljes reformkommunistaság, meg az az átváltozás kommunistából nyugatossá, ez a hongyulai fordulat, hogy a hongyula ugye még kommunistából, sőt egykori pufajkásból, hát egy ilyen nyugatos, nyugatra néző, nagyon európér, nagyon, nagyon szabadelvű, szocialista, valójában szocialista, de mi azért a történelemből azért megvonhatjuk ennek a mérlegét, valójában neoliberális vezetővé válik. Úgy vált Csepregi Éva ebből a, hogy mondjam, a rendszer üdvöskéjéből a változás előmozdításának örvendő kulturális szereplővé. Még a Horngyulához annyit, hogy egyébként ezt az orbáni propaganda felhasználja, tehát Orbán Viktor Horngyuláról szokott egyébként szépeket mondani a 90-es évekből, meg az elmúlt 30 év magyar baloldalából, mert mindig úgy mutatja föl, mint az utolsó igazi baloldali, a magyar baloldali politikusok közül, aki még ugye az OTP-t megvédte Soros György támadásaival szemben, és ő volt az, aki még a kozmopolita nyugattal szemben. Volt benne valami népiránti elköteleződő szociális érzékenység. Igen, de amikor ment az örjöngés a bokros csomaggal kapcsolatban, akkor nekem az én emlékeimben nem így él. Tehát akkor a Horngyulára nem így reflektált a Fidesz. Erre mondta Ránki György történész, hogy nehéz a múltat előre látni. Sose tudjuk, hogy éppen mi lesz az aktuális álláspont a múlt eseményeivel kapcsolatban. Hát a NER ezt többször bebizonyította. De tényleg itt hát ez a Csepregi Évának ez a produkciója, tehát amikor másként fúj már a szél, hát itt valószínű, hogy nem a csernobili sugárszélre gondol, ami éppen ugye keletről érkezik nyugat felé. Ez egy... Jó, én zeneileg nem tudom értékelni ezt a produkciót, majd Oszi lehet, hogy kitér rá, hogy... Nem miképpen... akarom kiváló zeneileg. Miképpen helyezkedik el a Csepregi Éva életművében. Önmagában ez a szerep, amikor egy énekes vagy egy előadó kiáll egy politikus mellett, hát ez, hogy is mondjam, alapvetően ellentétes azzal, amit úgy alapvetően gondolok a művészi pozícióról. Tehát pont a felvilágosodás után jön létre az, hogy a művészet kivívja maga autonómiáját, hogy a művészet nem szolgálja az adott hatalmat, mert korábban a művészekre iparosként tekintettek. Tehát, hogy lényegében Bach is egy iparos volt, hogy akkor tessék írni egy misét, és akkor ezzel szolgáljál ugye valakit. Hát akkor a egyházi hatalmat szolgálták, és azért a világi hatalom a 20. században, akár megnézed az ilyen Diego Rivera féle munkás festményeket, akár megnézed az ilyen Kelet-Németországtól kelet felé ezeket a szocialista munkásember gyári környezet képződményeket, de akár körülnézed
nézel, New Yorkban vagy Chicagóban különböző ilyen épületbejáratok, meg előtereknek a freskóin, vagy ilyen épületbejáratok fölötti domborműveken, ugyanaz a munkáskéz, ami építi újra a háború utáni egyik vagy másik nagyhatalmat. Tehát azért felvilágosodás ide vagy oda, amikor a világi hatalomról volt szó, akkor az is be tudta cserkészni a művészetet maga alá. Persze, csak itt két dolgot kell látni, tehát mondjuk a nyugaton nagyjából kivívta legalábbis a politikával szemben a művészet a maga autonómiáját. Jött persze egy másfajta, hogy is mondjam, egy másfajta hatalom, jött a pénznek hatalma. Tehát a művésznek is meg kell egyébként élni egzisztenciálisan, és ki van szolgáltatva ugye sok mindenkinek. De alapvetően szabadon döntett arról, hogy ilyen hal-e vagy sem. Na, de most... Nos, én azt hiszem, hogy a Csepregi Éva, aki az egész életében a hatalmat szolgálta, eljön a pillanat, hogy azt a változást megérzi, hogy most már nem kell szolgálni a hatalmat, és ennek ő annyira megörül, hogy hirtelen a hatalom szolgálatában ír egy dalt erről, hogy már nem kell. Tehát tapsoljuk meg a bölcs vezetőt, aki nem kényszerít minket arra, hogy tapsoljunk. Most nem muszáj tapsolni, mert csak tudod, Éva, évtizedet tapsolsz folyamatosan hát annak, aki éppen van. Most hogy higgyem el, hogy te most azért tapsolsz, mert most már nem muszáj. Azt írja, nem parancsszóra, de szívből tapsolok, miközben ugyanennek a dalnak az angol változatában ő még parancsszót mondott, hogy mi tapsoljunk. De tulajdonképpen a parancsszóra történő tapsolás mégsem áll olyan távol, csak nem biztos, hogy ő aerobik órán szeretne részt venni, hanem azt szeretne tartani. Erősebb a beidegződés, mint az ideológia. Megjött az ideológia, hogy már nem kell tapsolni, de annyira régi és annyira mély a beidegződés, hogy tapsolni kell, hogy meg kell tapsolni azt a hírt, hogy már nem kell tapsolni. Azt a kontextust mondd már el, Peti, hogy ugye ennek az angol változatára ő kritikákat kapott, hogy hirtelen betetszettünk nyalni Gorbacsovnak. Nem is olyan hirtelen, mondjuk. Magában a dalban ugye az énekes Csepregi Éva mondja azt, hogy a tinta hős hát rajta mulat, felfelé néz, parancsra vár, ugye mondván, hogy egyébként az őt kritizálók azok, akik... Sem autonóm véleményt mondanak, hanem parancsra kritizálják, igen, ez is kemény, tehát nem csak az van, hogy a fúj-fúj újságíró, hanem nyilván ezt megrendelésre történhetett kizárólag. Ugye, csak így történhetett. Ugye, Szerbantal írja a magyar irodalom történetében, hogy ősi igazság az, hogy a gonoszok mindenkit gonosznak látnak. Tehát, hogy abban a helyzetben, amikor valaki csak abból tud kiindulni, hogy valakinek a világában csak parancsra születhet valami, bármilyen kritikát csak parancs szóra történő kritikaként tud értelmezni. Én egyébként ezt látom ebben a sorban. Oké, Gorbacsov, így leszünk szabadok. Így leszünk szabadok, jön az új nemzedék, másként fúj már a szél, most, hogy szabadok vagyunk, tapsoljunk, mert tudod, mit jelent a szabadság? Mit jelent a szabadság? Az, hogy az elvtárs, az erős elvtárs, Gorbacsov elvtárs, odafönt a Kremlnek a csúcsán elrendelte a szabadságot. Tehát mi most már szabadok vagyunk. Hát tapsoljuk meg az elvtársat a szabadságért. Hát köszönjük meg az elvtársnak a szabadságot. Ez most a feladat, hogy most a szabadságot kell csinálni vezényszóra. Így van. Én megjelöltem pirossal egy-két fél mondatot, hogy itt, ahogy az első refrén elhangzik, az első verze első sora már rögtön a magyarázkodás. Rám szólt az újság, hogy talpnyaló vagyok. És ha én nem ismerném azt a kontextust, hogy itt angolul született ugye ez a szám, mi volt? Clap your hands for Mr. Gorbacsov valamivel korábban, és abszolút nyugatra exportálható formában, tehát én tőlem ezt a zenét, ezt akár a Prince is összerakhatta volna. De ugye mentünk integetni a nyugatra, vagy éppen Japánba ezzel a slágerrel, ezért megkaptuk a magunkét ezek szerint parancsszóra egy újságírótól, úgyhogy írunk, a magyar szöveg az már nem az angol fordítása lesz, hanem a magyarázkodás, és akkor itt van az, hogy rám szólt az újság, hogy talpnyaló vagyok, nem parancsszóra, de szívből tapsolok, aztán azt is mondja, diktálja Juket, semmi más. Igen, semmi más, aztán mézédes szó és rossz indulat nálunk ez karöltve jár, tehát a magyar az ékes szóló, de rossz indulatú, a tintahős ez pedig magyar, és rá különösen igaz, és a legnagyobb kedvencem az egyik verzében az, hogy láthat az újság, én csak én vagyok, énekesnő, és semmi más. Miközben hát most adtam a fejem önként egyfajta Gorbacsov ünnepeltetésre angol nyelven, egyébként pedig a
szerintem a Neoton zeneileg az egyik top a 70-es, 80-as évek magyar felhozatalában. Hát aki zabálja a diszkót annak. Tényleges szakértelem és minden. Hát minden, igen, amennyire az Abba, meg a Bonnie M, meg a Bee Gees, annyira, ja, annyira. Na, igen, hát az, annyira igen, most az nem, de csak nehogy már az legyen, hogy az Abba, meg a Bonnie M, meg a Bee Gees az a, hogy mondjam, a kultúrának a csúcs teljesítménye. Én értem, hogy megfelelt a nyugaton menő sztenderdeknek, az, ami itt ment, de hát azért, hát hogy is mondjam, azért azzal kapcsolatban lehetnek fenntartások. Azt mondja, jön az új nemzedék, másként fúj a szél, oké, Gorbacsov, így leszünk szabadok. Éva, hát akkor nem voltunk eddig szabadok? Hát akkor most lettünk szabad? Hát te Éva, hát akkor így lettél te énekesnő, semmi más. Hát akkor ezért kellett neked az Erdős Péterrel olyan intim kapcsolatot ápolnod ahhoz, hogy énekesnő legyél, semmi más. Ja, hogy akkor most lettünk szabadok? Tehát akkor, ja, hogy akkor eddig nem volt. Akkor most lettem énekesnő, akkor... és semmi más. Ennél a dalnál, ezzel a dalba. Rágja le körmét, kitapsolni fél. És mi van akkor, hogyha nem azért kritizálnak téged, Éva, mert félnek tapsolni, hanem mert a méltóságuk nem viszi rá őket arra, hogy tapsoljanak, mert végignéztek már pont elég pártkongresszust, meg pont elég eltársad, hogy tapsolnak a bölcsvezetőnek, és nem viszi rá őket a méltóságuk arra, hogy tapsoljanak. Nekem teljesen érthető, ha mondjuk valaki sértődöttségből, hirtelen, akár tagadásból visszaüvölt a kritikára, de amikor azt egy produceri munka lemezfelvétel előzi meg, azt nem tudom hirtelen felindulásnak tekinteni. Tudod, ez hetek munkája, nem, ezt a dalt összerakni, és addigra az ember lenyugodhat. És annyira dühös volt, hogy itt a rímek is rámentek erre, tudod, rám szólt az újság, hogy tapnyaló vagyok, nem fájt így soha semmi más, nem parancsúra, de szívből tapsolok, diktálja őket, semmi más. A semmi más a semmi mással rímel. Tehát akár rímelhetnél is, Éva, ha nem lennél annyira ideges, és nem annyi akarnál visszaszólni valami senki házi kis újságírónak, aki kritizálni mert téged, csak tudod, Éva nem szokott hozzá ahhoz, hogy ő kritizálható. Ő sosem volt kritizálható, mert Acél Gyuri bácsi, meg Erdős Peti bácsi barátsága megvédte őt ezektől a kritikáktól. És amikor ez a barátság, vagy hát a barátság védelme az megszűnik, kvázi létrejön az, aminek éppen Csepregi Géva most tapsol, és Csepregi Géva hirtelen kritizálhatóvá válik, és ehhez nagyon nem szokott hozzá, és ettől ideges lesz. És nem azt se érti, hogy akkor ő válaszoljon, írjon egy válaszcikket, vagy valahogy reagáljon, de ne az annak a dalnak, aminek, amit a kritika érte, a fordításába írja bele a kritikát. Oké, Éva, így leszünk szabadok, ezt tudom rá mondani, hiszen szabad véleménynyilvánítás során verték el a port rajta gyakorlatilag. Tehát annak a szabadságnak, amit éppen megköszön Gorbacsovnak, része a sajtószabadság is, és része az a pikírt hangnem, ahogy rámutatunk arra, amit eddig egy bordó műbőr puffos irodaajtó a lemez kiadónál, nem tudom, meg, amitől eddig megvédte, amit már véleménytől eddig Csepregi Évát védtük. Hát Csepregi Éva kiállt a Perestroika mellett, de úgy tűnik, hogy a glasnost, a nyilvánosság és a kritika az már nem tetszett neki annyira.